Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik április 17-én. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon az aslésa holdházban van. Ez az aslésa holdház lefordítva egy kígyót jelent. A kígyónak van mindig gyógyító ereje, tehát megvan ez az energia gyógyító hatás. Azon kívül a nap az asvini holdházban van, és annak is van egy gyógyító ereje. Tehát ezen a napon megvan a gyógyító energia, azt is jelentheti, hogy ezen a területen dolgozol, és most lesz egy ajánlat, vagy javul a helyzet a munkahelyen. Visszatérve az aslésa holdházra, ez nem csak a gyógyító erőt jelenti, hanem a változásokat, a transformációt. Bizonyos dolgokat meg kellene erősíteni, megtartani, és bizonyos dolgokat el kell engedni. Ezek lehetnek gondolatok. Például, ha úgy gondolod, ó, ez úgy sem sikerül, akkor búcsúzz el ettől a gondolattól, és változtass rajta, gondold úgy, igen, ez sikerülni fog. Ezek lehetnek érzelmek, például félelmek. Engedd el a félelmeket, és legyen meg a bizalom. Ezek lehetnek bizonyos kapcsolatok. Vannak olyan kapcsolatok, ami zavar téged, nem tesz jót neked, akkor zárd le ezt. És ápold azokat a kapcsolatokat, ami jót tesz neked, ami fontos számodra. Ezek lehetnek bizonyos tárgyak is. Lehet, hogy az otthonodban van egy tárgy, ami zavar téged. De valakitől ajándékba kaptad, és ezért nem akarod eltávolítani. De nem tesz jót neked, akkor dobd el. És őrizd meg azokat az emlékeket, tárgyakat, ami fontos számodra. Ezek lehetnek bizonyos helyek is, például, ha vásárolni mész, és barátságtalanok veled szemben. Ez mindig zavar téged, de mégis oda mész, akkor hagyd el ezt a helyet. Akkor is, ha olcsóbb ott vásárolni, és menj oda, ahol jól érzed magad, ahol kedvesek veled. Tehát ezekre a dolgokra kell odafigyelni most ezen a napon, amikor a hold, az aslésa holdházból hat ki ránk. Ezen a napon, április 17-én van egy kapcsolat a hold és Mars bolygó között, ami bizonytalanságokat vált ki. Mars bolygó jelentheti az élet erőt, ez megvan nálunk, hölgyeknél is. Itt van bizonytalanság, amikor nehéz döntéseket hozni, hova fektessük be az élet erőnket, tegyem vagy ne tegyem. Mars bolygó az utalhat a férfiakra is, és a hold jelenthet anyai témákat, vagy jelenti az érzelmeket, és a férfiaknál most bizonytalanság van, hogy kimutassák-e az érzelmeiket, igen vagy sem. Ezen a napon van Jupiter bolygó és a hold között egy feszültség, ez jelenti az igazságtalanságokat, ami kihat az érzelmeinkre, vagy egy bírósági ügynél nem mennek előre a dolgok. Mars bolygó és Jupiter bolygó között van egy szép kapcsolat, ezek a lehetőségek, a szerencse különösen a férfiaknál.
Még visszatérve erre a feszültségre a Hold és Jupiter bolygó között, Jupiter bolygó hajlamos arra, hogy eltúloz valamit. A Holdnál érzelmekről van szó. Lehet, hogy érzelmekkel reagálunk bizonyos eseményre, de nem tudjuk az érzelmeinket fékezni, és eltúlozunk valamit. Ez lehet dű vagy agresszió is. Ezen a napon, április 17-én Vénusz bolygó és Szaturnusz bolygó között van egy jó kapcsolat, ez szerencsét jelent a szerelemben, Szaturnusz bolygó segít abban, hogy itt kiépüljön valami, ami bennünket, hölgyeket illet, Szaturnusz bolygó segít abban, hogy megkapjuk az elismerést. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolatait felül látjuk. Ott van az örvendezés, ott van a szerelem. Ez lehet egy jó hír, ez lehet egy meghívás, vagy örül annak, ha találkozik veled. Nagyon szép gondolatai, nagyon szép tervei vannak veled szemben. Az érzelmeit bal oldalon látjuk. Ott van az özvegy, férfi és a ház. A ház az jelentheti a családot, és ez az özvegy férfi utalhat egy halál esetre, vagy egy örökösödési ügyre is, de nem biztos, hogy így van, hiszen a kártyáknak van szimbolikus jelentése is. Az özvegy férfi azt is jelentheti, hogy ő szomorú, egyedül érzi magát, magányosnak érzi magát. A ház az jelentheti az otthonát, vagy a családot, tehát ilyen családi kapcsolatokat. Az is lehet, hogy ő egy párkapcsolatban él, egy tető alatt laknak, tehát van egy közös otthonuk, ezt jelenti a ház, de ő egyedül érzi magát, magányosnak érzi magát, tehát nincs köztük tulajdonképpen olyan szerelmi kapcsolat vagy szexuális kapcsolat. Amit a képek még jelenthetnek, hogy szeretne valamit változtatni az otthonában, vagy lehet egy költözködés is, és keres egy házat, ami ilyen régi ház, ilyen régi típusú ház. Mit fog tenni, az jobb oldalon látható, itt van egy utazás. Lehet, hogy tervez veled egy utazást. És akkor a levél lehet egy meghívás. Az is lehet, hogy ő messze lakik tőled, és útban van hozzád. Vagy szeretné azt, hogy te látogasd meg őt. Az utazás az lehet változás is, például költözködés, és a levél egy hír, hiszen beszámol erről, de a levél lehet szerződés is. Mi fűz össze benneteket? Az középen látható. A férjem készítette ezt a magyar kártyát, itt betűkről van szó. Középen pedig megjelenik a rovás írás, a régi írásmód. Ma a B betűről van szó, elgondolkozhatunk azon, mit jelent ez a betű, leírhatod a kommentárba, hogy mit jelent számodra a B betű. Ez lehet Béla, vagy Barbara, vagy Beáta. Ez lehet Budapest, ez lehet a Balaton. Vagy egy fogalom, hogy például barna. Ez jutott így hirtelen eszembe. Mi jut neked eszedbe a B betűről? Hálás vagyok, ha leírod a kommentárba. A régi írásmód középen van, ez olyan, mint egy X. A vonalak jelentik a te életutadat, az ő életútját, és itt kereszteződik, lesz egy találkozás. Az is lehet, hogy együtt vagytok, és ott találkoztok középen, azon a ponton,
és lesznek közös tervek, elgondolkodtok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Sőt, ez lehet egy utazás tervezése is északra, vagy délre, nyugatra, vagy keletre. A germánoknál szintén vannak betűk és ilyen régi írásmód, amit ők rúnának neveznek. Hasonló rúnát találtam, mint a rovás írás, az alul bal oldalon látható. És ez a rúna azt jelenti, hogy most eljött annak az ideje, hogy aláírj egy szerződést, eljött annak az ideje, hogy döntéseket hoz, eljött annak az ideje, hogy legyenek változások. A napi energia jobb oldalon látható, ez a hölgy ott kopogtat az ajtón. Lehet, hogy arra válsz, hogy kinyíljon számodra egy ajtó, ezek a lehetőségek. Az is lehet, hogy valaki kopogtat az ajtódon, és szeretne téged meglátogatni. Azt is jelentheti a kártya, hogy te látogatsz meg valakit, és te kopogtatsz az ajtón. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, azt is, hogy mit jelent a B betű. Azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!